Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az Acme egyik 2023-as újdonságát, a három kocsiból álló cseh Intercity kocsis szettet mutatom be nektek röviden. Előjáróban pár szó a kocsik eredetiéről. Az APEE és BPEE típus alapjául szolgáló BAI típusjelű kocsik 1966 és 74 között készültek a Győri Rába Vagon és Gépgyárban a CSD részére. A termes kialakítású 11 ablakos másodosztályú kocsikból összesen 918 darab készült. Ezek közül 45 darab kocsit 1995 és 97 között a cseh államvasút megrendelésére a pilzeni, movó és a dunakeszi járműjavító közreműködésével nagyelemes technikával átépítettek. Ekkor összesen 10 első osztály és 35 másodosztály készült AHEE és BHEE sorozatjellel, amit 2001-ben változtattak a ma is használatos APEE és BPEE-re. Ennek az átépítésnek a műszaki tartalma hasonló volt a mi második generációs Intercity kocsiainkhoz. Annyi fő különbséggel, hogy a cseh kocsik eleve nemzetközi forgalomra készültek 160-as engedélyezett sebességgel, és alakkivitelben klímával lettek ellátva. Ezek mellett a kocsik alatt a Görlitz 5-ös forgóváz tárcsafékes verziója található. A kocsik a felújítás után a CD akkori zöld-fehér festésével kerültek forgalomba. A kocsik egy része a CD Eurocity színtervre lett átfestve később, majd a 2010-es évek közepétől fokozatosan kapták meg a Nybird színtervet. Érdekesség, hogy volt kocsi, ami rögtön a Nybird 2-es színtervet kapta, és volt kocsi, ami a Nybird 1-esre lett először átfestve. És akkor nézzük meg a modelleket. A nagy Acme dobozban a szokásos csomagolásban találjuk a kocsikat. A gyártó MÁV Intercity kocsiaihoz nagyon hasonló kialakítású cseh kocsik szerintem nem okoznak csalódást a külcsíny tekintetében. Mint már a gyártótól megszokhattuk, pontos a kocsi fő formája, és az adott típusra jellemző részletek is mind helyesen megjelenítésre kerültek. Jó kialakításban és helyesen szerepelnek a tetőszellőzők, elhelyezésre került oldalt a digitális viszonylatjelző, külön rész maradott alkatrészként, és a kocsira jellemző alvázdobozok is az eredetinek megfelelő kialakításban lettek az alvázra felhelyezve. A kocsi végeken a gumihurka öntött műanyag, az átjáró trepnik külön alkatrészek igény szerint lehajthatóak. Az ütközők nem rugózottak, de lehetőség van kézzel állítani őket, amire a szűkebb ívekkel tűzdelt pályákon szükség is lehet. A kocsi alatt a Görlitz forgóváz tárcsafékes verziója található, amit a gyártó ellátott féktárcsa imitációkkal, a tengelyvégeknél pedig a csúszásvédelemhez tartozó jeladók külön felszerelt vezetékeivel, illetve alul áramszedő lemezzel is. A jármű festése a gyártótól megszokott magas minőségű. Pontosak a színek, szép élesek a maszkolások, és selyemfényi lakkozás került a kocsira. Nyomtatott részlet nincs. A feliratok tekintetében a gyártó minden részletet ellátott a megfelelő piktogramokkal, még a legapróbb, szemmel nem látható felirat is éles és olvasható. Feliratozva vannak az alvázberendezések és a forgóvázak is. A kocsi feliratozása a vasúttársaság aktuális tipográfiájával készült. A kasznit leemelve láthatóvá válik a kocsi részletesen kidolgozott belseje. Az ülések csak az első osztályú kocsiban vannak kifestve, a másodosztály belseje egyszínű szürke. A kocsik összeszerelési minősége érezhetően magasabb, mint a korábbi két darabos szetté, vagy a MÁV Intercity kocsiké. Komoly hibát, hiányosságot nem találtam. A pályán a járművek érezhetően könnyebben gurulnak, mint más Acme kocsik, a kerekek centrikusak, nem ütnek, a felületük megmunkálása megfelelő. A kocsik rövid kapcsoló kinematikával vannak ellátva, többféle rövid kapcsolóval is lepróbáltam őket, egymással és más kocsikkal is biztosan kapcsolnak, siklásra 420 mm-es ívsugárig nem hajlamosak, sem húzott, sem tolt üzemmódban. Felhasználhatóság terén a cseh belföldi vonatok mellett a hazai modellezők számára elsősorban a Metropolitan Eurocity miatt lehet érdekes a kocsi típus. Évjárattól és az éppen aktuális helyzettől függően mind az első osztály, mind a másodosztályi kocsi része a szerelvénynek, utóbbiból akár 2-3 is előfordulhat mostanában a vonatban.
Külön érdekesség még, hogy ezek a kocsik régebben beforogtak bizonyos kör Intercity-kbe is, ilyen volt például 2012-ben a 654-es számú Vécse Intercity is. Összességében egy nagyon tetszetős és a hazai témába is könnyen beilleszthető kocsizetről beszélhetünk. Örömteli, hogy a gyártó végre két külön pályaszámú másodosztályt is mellékelt a 105 ezer forint környékén kapható szethez. Sajnos külön plusz másodosztályok továbbra sem vásárolhatóak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!